Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélek Közösség Peller Mariannal legújabb adása, és egy nagyon izgalmas témával készültem ma nektek, mert hogy Véganikó személyesen e-mailben megkeresett engem egy olyan témával kapcsolatban, ami azt gondolom, hogy megosztó téma, sokan félreértik ezt a bizonyos témát, és nagyon örülök, hogy erről mélyebben fogunk beszélgetni, kicsit beavatsz bennünket a tantra rejtelmeibe, mert hogy te párkapcsolati tanácsadó vagy, segítő vagy, és tantra masszörként is működsz. Nagyon köszönöm, hogy jöttél, és felhívod erre a témára a figyelmet. Én is köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit. Véganikó vagyok. Mesélj egy kicsit arról, hogy a te életedbe hogyan jött be ez a téma. Mert ugye rögtön, mivel a testiséggel azonosítják a tantrát, holott egyébként annak én úgy tudom, hogy mindenféle más válfaja is van, tehát nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni ezt a témát, meg nagyon sok-sok-sok téma kapcsolódik a tantrán belül össze. De a te életedbe ez hogyan érkezett meg? Ez konkrétan villámcsapás formájában. Ahogy az lenni szokott. Igen, nagyon elegem volt akkor már a régi munkahelyemen, ahol egyébként 21 évet töltöttem, és kértem a Jóistent, hogy küldjön nekem egy másik munkát, mert én ezt már nem szeretném csinálni. Sok mindenre gondoltam, csak erre nem. és szembe jött velem egy fesztiválom. Akkor még nem esett le a tantusz, ez nyáron volt, de nagyon-nagyon hívott, és akkor így rászóltam magamra, hogy na jó, Anikó, akkor most már menjél és tanulj. És így kezdődött az egész. És szerencsére nem gondolkodtam. Ha gondolkodtam volna, nem mertem volna belefogni, de mivel nem gondolkodtam, mert annyira hívott, ezért itt vagyok. Mi mindent tanultál meg azon a bizonyos tanfolyamon, mert hogy segíteni tudsz másoknak, foglalkozol emberekkel? Én azt mondanám, hogy az inkább csak a fizikai része volt, és nagyon sok tapasztalat kell ahhoz, vagy nagyon sok emberrel kell kapcsolódni, és segíteni ahhoz, hogy az embernek jöjjön aztán utána a szellemisége, meg az érzelmiség, meg az, hogy konkrétan ne csak fizikailag csináljon valamit, hanem érzelmileg is oldódjanak a dolgok, vagy mondjuk szellemileg is. Tehát energetikai tisztítás is lezajlik gyakorlatilag. Igen, egy energetikai oldás, igen, egy blokkoldás. Mesélj arról, hogy te milyen tapasztalatokkal találkoztál, tehát milyen párok mernek hozzád fordulni, vagy akár egyedülállók is gondolom, hogy felkeresnek téged. Milyen elakadásokkal fordulnak hozzád? Vannak ugye az egyének, most amikor lemegy ez a műsor, nem szeretnék a végére mondjuk 84 nem fogadott hívást, és ezért, tehát hogy én nem csinálok a férfiaknak lingammasszást, én nem vállalok ilyet. Tehát mondjuk jönnek nők, és a nők tényleg gyógyulás céljából jönnek, persze van benne egy kíváncsiság is, de nagyon sok fizikai lelki elakadás, mondjuk abúzus, akkor vaginizmus, akkor orgazmusképtelenség, mondjuk elakadás a párkapcsolatban, aminek mondjuk tudják, hogy ők... Bennük van esetleg az ok. Igen, az ok. Vagy egyszer nem tudják megmagyarázni, hogy miért, de érzik, hogy van bennük valami, ugye negatív hitrendszertől elkezdve a félelem, a gátlások, minden, és ez nagyon alkalmas arra, hogy ezeket kioldja. Van, akinek ez simán megy, más pedig úgy jön, hogy tördeli a kezét, és tényleg éveket várt arra, hogy mondjuk, hogy végre elmerjen menni, elmerjen jönni, de szerencsére szerintem nálam senki nem bánta még ezt meg, és mindenki legszívesebben persze lefényképezném az ő telefonjukkal, az előtte és az érkezés után, vagy a távozás előtti pillanatban az arcukat, hogy micsoda változás. Igen, hogy fülig ér a szájuk, és mindenki azt mondja, hogy bár ez korábban kellett volna. A párok is nagyon-nagyon, de nálam mondjuk a 20-tól 74 évesig volt eddig így a elég tág volt így a spektrum, és a pároknál is mondjuk azért, mert pici gyerekek vannak, és ugye van valami probléma a szexualitásban, vagy 20-30 év óta együtt vannak, és szeretnének
új vizekre evezni, vagy egy magasabb minőségbe. Azt hiszem, ez a legjobb megfogalmazás, nem? Igen, hogy egy magasabb szintre emelkedni. Igen. De az is nagy szó, amikor ugye már egymással megbeszélik azt, hogy ellaposodott az egész, és próbáljuk visszahozni azt a régit, legalább azt a régit, ami volt. Sok gátlás van az emberekben, akár párkap, szerintem úgy képzelem el, hogyha valaki 20-30 évet tölt együtt a párjával, ott sok minden kimondatlanul marad. Pontosan. Sok, ugye? Pontosan. Tehát sok lehet az a titok, amit magának tartott. Igen. Meg az ember. Az egyik legnagyobb problémának tartom, ezt a saját életemben is meg kellett tapasztalnom, vagy a nem megfelelő kommunikáció, vagy a kommunikáció teljes hiánya. És ez az élet minden területére, tehát hogy hajlamosak vagyunk azt adni a másiknak, amire nekünk van szükségünk, de ez még egy karácsonyi ajándéknál is így van, pedig mindig azt kellene adni, ami másiknak szüksége van, és nem merjük kimondani, pedig hát lehet, hogy elmerjük mondani a barátnőnknek, vagy a férfi elmeri mondani a haverjának, de könyörgöm, az nem oldja meg a problémát, igen, tehát hogy egymásnak kell, és én azt szoktam javasolni, hogy üljenek le egymással szembe, szépen kijelentő módban, mondjuk először elmondja a nő, hogy ő, maradjunk a szexualitásnál, mire vágyik az ágyban. A másik ítélkezésmentesen meghallgatja, ez nagyon fontos. Majd utána mondjuk a férfi is elmondja, akkor vesz a nő egy nagy levegőt, és azt mondják, hogy igen, ezt el tudom képzelni. Uh-huh. Hát van olyan, amire még azt mondom most, hogy nem, de ennek három haszna van. Tehát kimondtam, ami bennem van. Igen, már oldódik a feszültség. Igen, a másik ítélkezésmentesen meghallgatott, és lehet, hogy ott van az a közös halmaz, könyörgöm, hogy nem mertük kimondani, de ott vannak azok a dolgok, amikre mind a ketten vágyunk, és akkor végre ugorjunk be teljesen, mindegy, hogy hány éve vagyunk együtt. Egy alkalom már tud segíteni? Igen, azt gondolom, egy alkalom is. Igen. Mit tapasztalsz egyébként, vagy te hogy látod? Mert szerintem ez a téma, nem tudom, hogy külföldön ez, valamiért azt gondolom, hogy mi itt magyarok sokkal bezártabbak vagyunk, prüdebbek vagyunk, igen, szégyenlősebbek vagyunk. Igen. Akkor te is ezt látod. Igen. Szerinted mi okozhatja ezt, és mi az, ami segíthet ezt kioldani? És most nem arról van szó, hogy akkor mostantól legyünk mind, nem tudom, ízléstelenek és szélsőségesek. Igen. Szerintem két dolog van, ami ezt befolyásolja, nyilván több minden. Az egyik mondjuk a nagyon-nagyon vallásos neveltetés, a másik pedig ugye ez a, akárhogy is vesszük, de ez a szocializmusnak ez a zárt, nagyon zárt rendszere, hogy olyan apróságokra gondolok, hogy elmegyünk egy kicsit nyugatabbra, akkor mennyire természetes, hogy mondjuk mesztelenül vannak a szaunában, és nem bámulgatják egymást, meg semmi. Itt meg még az is furcsa, vagy az is nagyon ritka. És hogy mondjuk azt kell szerintem, ebből nagyon sokan misztifikálják ezt az egész, hát mondjuk a tantrát, vagy a taoizmust, hogy az egyik Indiából jött, a másik Kínából, de hogy azt kell kivenni belőle, hogy mennyivel természetesebben viszonyulnak mondjuk a testünkhöz, testünk minden porcikájához, az intim részeinkhez is, és ami lényeges, hogy tisztelettel érjünk magunkhoz, bűntudat nélkül, hogy mondjuk ez az ön örömszerzésre is vonatkozik, és legyen természetes a mesztelenség. És amikor hozzánk közel még volt egy naturista kemping, akkor nekem azt tetszett a legjobban az egészben, hogy ott a pici gyerekek ugye rollerhoznak, bicikliznek, családok, látják a 70-80 éves elnézést, Szottyat nénit, bácsit, én is az leszek. Tehát, hogy mindazok leszünk, akkor, ha szerencsénk és van. És akkor teljesen természetes ez nekik, igen, és biztos, hogy ők nem lesznek anorexiásak, meg bulimiásak. Bulimiásak sokkal jobban elfogadják önmagukat is, meg a párjukat is, meg mindent, és így kell ehhez az egészhez, szerintem így kellene hozzáállni. Ezt tanítja? Mesélj egy kicsit arról, hogy mit tanít szellemiségében a tantra. Sokan megkérdezik, hogy mondjuk mitől tantrikus egy masszázs, szerintem az energia áramlástól, és hogy nem mindegy, hogy milyen szándékkal, mindig a szándék határozza meg azt a mozdulatot, és hogy milyen szándékkal érintjük, vagy hogy hogyan áramoltatjuk akár magunkban, akár a masszázsal a párunkban ezt az energiát, és a szellemisége pedig az, hogy nem akarom a férfi hallgatókat elveszíteni ezen a ponton, de hogy szerintem három
dolog van, ami engem nagyon megfogott. Ugye mi itt nyugaton hajkúrásszuk az orgazmust, a hagyományos értelemben vett orgazmust. És ugye, ha van egy cél, akkor ott vége van a történetnek, mondjuk vége van az együttlétnek, hogy elengedjük az orgazmus utáni hajszát. Igen. Megpróbáljuk a gondolatainkat ugye kiűzni a fejünkből, hogy egy meditatív tudatállapotba kerüljünk, és spontán történjen minden, ez a három dolog. Olyan spontán történjen minden a szeretkezésben, ahogy mondjuk levegőt veszünk. Tehát nem azért karmolom meg a másik hátát, vagy simítom, vagy csókolom, mert az neki jól esik, mert akkor már gondolkodom. Igen. Hanem hagyom, hogy a testem magától mozduljon, és lehet olyat, hogy mondjuk egyszer csak a szaglásra koncentrálok, egyszer becsukott szemmel a bőrének a tapintására, hogy a különböző érzékszervekre, és hogyha elengedjük a célt, és benne tudunk lenni, bele tudunk merülni egy ilyen másfajta lelkiállapotba, tudatállapotba, akkor tudunk ugye magasabb szintre emelkedni, akkor tudjuk esetleg az energiát áramoltatni, és ha gondolod, akkor mondok erre tippeket. Kérlek, hogy mondj, már most el is kezdheted. Ami ugye gyarló emberek vagyunk, több évtizede ugyanabba vagyunk benne, Maszó piramis legalja, evés, ivás, párzás, és akkor ezek nagyon fontos dolgok, mert nyilván akinek a mindennapi gondja a megélhetés, az nem fog a szellemi magasságokról emlékedni, és ez is teljesen érthető. Igen. Hogy hogyan tudunk belemerülni, hiszen bedarál minket az égszét. Tehát azt szoktam mondani, és nagyon bocsánat a férfiaktól, de semmi baj, különbözőképpen működünk. A férfiak ösztönből, a nők megérzelem alapon, és mondjuk őket sokkal inkább bedarálja együttlét alatt mondjuk az, ahonnan már nincsen visszaút. És ehhez nyilván el kellene kerülni azokat a pozíciókat, pózokat, amikről tudjuk, hogy mindenképpen vége lesz a történetnek, mindenképpen a hagyományos véget fog érni. Amikor azt érezzük... De ez az önzetlenség kell. Meg valóban olyan érzelmi kapcsolódást a másikkal, igen, hogy én most férfiként magamat hátrébb szorítsam, ugye? Igen, meg egy olyan fajta tudatosság, hogy én is leállítsam magam akkor, amikor tudom azt, hogy onnan már nincs visszaút. Onnan már nincs visszaút, igen. Akkor például, hogyha azt veszem észre, hogy én már, vagy a párom már ugye kezd egy bizonyos szint fölé emelkedni mondjuk a vágy, akkor ott lelassítani, megállni, mondjuk egy pozitúrát változtatni, és hogyha meg is lesz ez a hullámzás, hogy megmaradjon ez a hullámzás, hogy mert ugye mindig magasan ég az ember, akkor onnan már nagyon nehéz visszamenni, de hogyha meg tudjuk azt csinálni akár egymással, akár magunkkal, hogy kicsit mindig visszamegy a vágy, vagy akár mondjuk nagyon jól működik, hogyha szétmasszírozzuk a párunkban, én ezt szoktam tanítani, mutatni, és ha egyénileg jön valaki, vagy pároknak is, szétmasszírozni a testben az energiát. Az energiát, igen. Hogy ne összpontosuljon, hogy a medencéből kifelé, lefelé a lábakon, és felfelé, mint hogyha mellúszást csinálnánk, felfelé, akár felfelé a vállak irányába, vagy pedig kifelé így a karokon, és mindent elkövetni azért, hogy ebben a hullámzásban benne tudjunk maradni, és így lehet. Úgy egyébként párok jönnek hozzád, ugye azt mondtad, férfiakat nem válasz pont azért, mert tulajdonképpen, amit elmondtál, az ösztönlénység miatt, hiszen nekik a cél. Elsősorban a cél a fontos. Több okból kifolyólag is. Én így döntöttem, nagyon széles a paletta, lehet menni máshoz. Persze. Én így döntöttem. Csak azt mondd el, hogy nem a férfiak, tehát ahogy hallgatlak, de ez lehet, hogy az én szubjektív meglátásom, hogy nem a férfiaknak lenne igazán nagy szükségük ilyen jellegű oktatásra, hogy megtapasztalják, hogy milyen magasabb szinteken
De lehet pontosan, ezt az egészet pontosan így van. Űzni. Amikor én ebbe belefogtam, nagyon naív voltam, és nem hittem el azt, amit mondjuk mások mondtak, akik már régebb óta ezzel foglalkoznak, hogy a férfi, most tisztelt a kivételnek, jó? Mert hála Isten egyre több olyan férfi van, aki az energiakeringetésre kíváncsi, és a magömlés nélküli orgazmusra, tehát akinek neve, nem inge ne vegye magára, de a férfiak nagy többsége sajnos az utolsó 5 percért megy ilyen helyekre, és én ebben nem szeretnék részt venni. Persze. Tehát ehhez nem kell tudás, ehhez nem kell gyakorlat, ezt bárki meg tudja csinálni, és köszönöm szépen. És nyilván ez teljesen másról szól. Van még praktika? Mert mondtad, hogy egy pár praktikus tanácsot mondanál, van még? Mert akkor a szünet után azzal fogjuk folytatni, hogyha benne vagy. Átgondolom, nem vagyok biztos benne, de átgondolom. Jó, ha jó? Nem, akkor viszont légzőgyakorlattal fogjuk folytatni, mert jó. Meséltél nekem korábban egy légzőgyakorlatról, ami csodákra képes. Jó? Jó, innen rendben. Folytatjuk már is. Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, vendégem Vég Anikó, tantramasszőr, párkapcsolati tanácsadó, és azt mondtam legutóbb, vagy úgy hagytuk abba a beszélgetést, hogy egy légzéstechnikával fogjuk folytatni, hogyha más praktika még nem jutott eszedbe, de ha menet közben eszedbe jut, úgy is mondod tovább. Szóval meséltél nekem egy bizonyos különleges légzéstechnikáról, amit egyébként bárki elsajátíthat. Meg eleve azt gondolom, ugye ezt kimondhatjuk, hogy a tantrához, a magasabb tudatossági szinten való kapcsolódáshoz nincs szükség különleges képességekre, hogy erre bárki képes. Abszolút nincs, igen. Ezt abszolút megtapasztaltam, hogy teljesen független attól, hogy valaki szellemi úton jár, vagy nagyon szkeptikus, és az anyagban él, hogy mennyire fizikailag, mennyire fit vagy sem, teljesen független attól, hogy ez az egész attól. Ami még eszembe jutott, ugye férfiaknál nagyon látványos az, amikor szétmasszírozzuk az energiát a medencéből. Igen. Hát ugye nyilván ott látható jelei vannak. Van, aki ezt érzi is a testében, amikor akár felfelé, akár a lábain lefelé húzzuk az energiát. Én el szoktam képzelni, mivel a kettes csakra egy narancsárga színű, én el szoktam képzelni, hogy egy narancsárga csíkot húznék, tolnék ki az illető testéből. Természetesen nőknél ez ugyanúgy működik, és ami még nagyon hatásos tud lenni, amikor a szívcsakrát dörzsöljük, tehát nem érünk máshoz, mert ha valakinek mondjuk nagyon érzékeny a mellkasa, a mellbimbója, nem érünk máshoz, csak a szívcsakrát dörzsöljük, mindent mást elengedünk, és az elviszi az energiát. Van, akinek kell hozzá egy másfél perc, de az is nagyon látványos tud lenni. Ugye az lenne a lényeg, hogy egyre magasabbra vigyük ezt az energiát, minél feljebb a csakrákon keresztül. Na, ez a légző gyakorlat, ez meg lehet találni Mantak Csia, így K-val, ahogy mondtam, Mantak, és Csia, mint a Csia mag, ő egy taoista mester, és ő és a feleségének hát legalább 15-20 könyvük van. Vannak könnyebben emészhetőek, mint mondjuk a multiorgazmusos pár, vagy a multiorgazmusos férfi, és vannak amik már szerintem eléggé haladó könyvek, és ezekben is megtalálható, ha jól emlékszem, úgy említik, hogy Big Draw, ez a nagy felhúzás, vagy völgyorgazmus, tehát az a lényege, ezt lefekve, tehát én ezt meg el szoktam mondani, és meg szoktam mutatni a vendégeknek úgy, hogy lefekszem, és megmutatom nekik, ez körülbelül fél perc, egy perc ez a lépzőgyakorlat, és van ellenjavallata, tehát magas vérnyomás, szívbetegség, és ha éppen akkor valakinek herpesze van, akkor nem javasolják. Tehát így tudjátok, én ezt megtaláltam, direkt rákerestem így a Google keresőben is, hogy angolul kell rákeresni, és akkor erről talán azt hiszem pont Mantak Csia mester beszél. Tehát ez egy magömlés, férfiaknál ugye magömlés nélküli orgazmus. Most a nőknek inkább a menstruációval megy el az életenergia, a férfiaknak meg a magömlése. És ezt úgy kell elképzelni, hogy nem hisz benne valaki, mondjuk leszületik valaki és erre az életére, és kap 80 évet. Igen ám, de ugye szennyezett a levegő, a víz, az étel, amit sok a legtöbb, sok a stressz, van, aki ugye még dohányzik, meg alkoholt fogyaszt, és elfogyasztja
azt az életenergiát, amit mondjuk 80 évére kellene betáraznia. Igen. És ez azért van az, hogy valaki mondjuk vagy korábban megy el, vagy pedig mondjuk az utolsó 5-10 évét betegen éli. Igen. És az egyetlen egy dolog, amiből életenergiát tudunk átalakítani, az a saját szexuális energiánk. Tehát tulajdonképpen üzemanyagként használhatnánk. Pontosan. Ez a célja. Igen. És az, hogy azért van az, hogy nagyon sok férfi ugye a kiáradás után, próbálok úgy fogalmazni, a kiáradás után rögtön elalszik, mert elmegy a testéből az energia, ugye a prosztata rögtön elkezd termelni, és ezért van az, hogy pillanatok alatt elalszanak, hogyha pedig nagyon azt szeretem a legjobban, amikor egy férfi megtapasztalja ezt a légzőgyakorlat utáni belső test orgazmust, akkor hát egyrészt katartikus átélések történnek már, és sírások, és oldódások, másrészt pedig átkattam valami az agyában, lehet, hogy ott életében először is utoljára náram fogja ezt megtapasztalni, de akkor is egy olyasfajta, nem csak az létezik, amit eddig ismert. Igen, amit eddig ismert, igen. Hanem más is, mert a férfiak ugye teljesen logikusan és érthetően ugye azt élték át egész eddig életükben, hogyha ők nem tudnak kiáradni, és az úgy maradnak, akkor az fájdalmas érzés feszít nekik, ugye van bennük egy hiányérzet, de inkább a fájdalom az, ami jellemző, és ennél ez nincsen, tehát hiányérzet, feszítés, fájdalom nélkül egy kisimult és jókedvű férfi kell fel az ágyról. Kétfajta reakció, vagy kétfajta tapasztalás szokott lenni a végén. Az egyik az, amikor ilyen nagyon, nagyon mély belső nyugalom és béke, béke árad belőle, a másik pedig az, amikor akármilyen fáradtan is, kialvatlanul is jött oda, akkor is egy nagyon friss és nagyon energikus, és ők szokták maguk mondani, hogy most azonnal el tudnék menni fát vágni, meg edzeni, mert hogy annyira feltölti a szervezetét ez az energia. Nőkre is így hat? Igen. A nőknél ugye nincs ez az energiaveszteség, mert igen. Nincs ez, de ott is fontos az, hogy ugye így felfelé árad, a csakrákon felfelé árad, vagy a gerinc mentén felfelé árad ez az energia, és nők is megtapasztalják ezt, ami még nagyon, nagyon gyakran megesik, ugye mi nők alapból sokkal többet sírunk. Igen. Ez meg ugye kibeszéljük a problémáinkat, és ez egyébként nagyon jó, a férfiak meg hajlamosak magukba zárni. Igen. És ez a légző, nagyon sokan ezután a légzőgyakorlat után elsírják magukat, ami egy nagyon erős blokkoldó. Hát azt tudjuk jól, hogy ha sírás mutatkozik bármiféle módszernek a hatására, hát, lehet, hogy egészen addig tartották magukat, de ha más nem, akkor a férfiaknál, tisztul. És itt két könycsepp azért legördül. És milyen megható ez? Hány ilyen megható pillanatot élhetsz át, amikor párok vannak nálad, Úristen? Na, és akkor hogyan zajlik ez a légzőgy? Elmondhatod? Elmondom, de semmiféle felelősséget nem vállalok azért, tehát, hogy elmondom ezt a légzőgyakorlatot. Jó. Én azt gondolom, hogy mindenki, azt javaslom, mindenki olvasson utána. Tehát, ugye fekszik az illető a hátán, azt mondom, hogy amikor már magasan van a vágy, akkor, de még tudja, hogy még van 2 perce, és ezt akkor is szoktam ajánlani pároknak, hogyha mondjuk az egyik félnek soha nincs orgazmusa, vagy nagyon ritkán van orgazmusa, és hiányérzete van utána, mondjuk akár egy hölgynek, akkor a párja mellett csinálja meg ezt a légzőgyakorlatot, hogy ne maradjon ott, hanem, mert ugye az hosszú távon megédíti a szerveket, medencében lévő szerveket, hanem akkor szépen áramoltassa. Szóval fekszik valaki a hátán, és vesz 3 nagy levegőt a hasába. Bocsánat, azzal kezdeném, hogy 3 dologra kell egyszerre figyelni, 3 dolognak kell egyszerre meglenni ahhoz, hogy ez hatásos legyen. Az egyik az, hogy nagy levegőt veszek, bent tartom a levegőt, összeszorítom a PC-izmokat, mert azzal pumpálom fel magamnak az energiát, és megfeszítem a karjaimat, lábaimat. Ez a 3 dolog. És
akkor veszek 3 nagy levegőt a hasamon. Először csak simán, ugye? Igen. Tehát először csak fekve, igen, 3 mély levegőt. Saját lassú hasba. Ritmusban. 3 nagy levegő a hasba, hogy a hasunk emelkedjen. Utána a negyedikre nagy levegő, bent tart, PC-izmok összeszorítva, karoklábok felhúzva, megfeszítve. Tehát tényleg ilyen összehúzott megfeszítve, pózban. Igen. Okay. És így bent tartani a levegőt, hogy meddig. Én ugye mindig figyelem a vendég arcát, mert van akinek 4 másodperc után lila az arca, van akinek pedig 15 másodperc után is még ugyanolyan színű. Igen. És én azt mondom, hogy elsőre inkább sokkal hamarabb és feleslegesen fújja ki valaki a levegőt, mint hogy túl sokáig benn maradjon. Uh-huh. Ezt azt mondom, hogy 10 másodperc, vagy maximum 15 másodperc. Hogyha pedig azt érzi valaki, hogy akár nem is feltétlenül tapasztalja, hogy jön felfelé az energia, de azt érzi, hogy feszít a feje, mintha mindjárt szétrobbanna a feje, akkor azonnal fújja ki a levegőt, és csak csukott szemmel, elernyeszi az izmait, és csukott szemmel figyeli belül a testét. Tehát ez nagyon fontos. Mit hogy... szoktak ilyenkor tapasztalni? Mit érezhet ilyenkor az ember, amikor ezután a légzőgyakorlat után figyeli? Van, aki nem érez különösebben semmit a testében, de mégis szétterjed ez az energia, nem feszít, nem fáj, megszűnik az a lüktetés a medencében. Másoknak esetleg, van akinek ugrál a hasa, ilyen szétterjed a melegség, szétárad a melegség a hasában, a hasi szervekben. Akkor van, akinek jön felfelé az energia, érzi, hogy ahogy a gerinc mentén jön felfelé az energia. Van a sírás nevetés, és előfordulhat, hogy a karok esetleg zsibbannak pár percig, vagy pedig van ilyen akaratlan kéz meg lábrángás, ami nagyon furcsán néz ki, de ez annak a jele, hogy minden sejtbe szétterjed, szétáraszt ez a szexuális energia, és az okozza ezt az akaratlan kéz meg lábrángást, úgyhogy nem, ezektől nem kell megijedni, hogyha valakinek megfájdul a feje, vagy esetleg szédülne, az azt jelenti, hogy felment a fejébe az energia, de ott is maradt, és akkor azt kell csinálni, hogy a nyelvet a szájpadlásra tenni, a nyelv köti össze a hátsó és az első energia vezetéket, és akkor kilégzésnél mindig tudatosan így a testközépvonalán lefelé vinni. Vissza egy kicsit. Has, ugye energiaközpontba, akár többszöri légzéssel, és akkor megszűnik ez a fejfájás, vagy megszűnik esetleg a szédülés. De fontos, hogy akkor úgy, hogy a nyelv a szájpadlást érintse. A nyelv fönn legyen a szájpadláson, igen, mert az köti össze az energiavezeték, a hátsó meg az első energiavezetéket. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és arra lennék kíváncsi, hogy milyen visszajelzések érkeznek hozzád. Erről mesélj majd egy kicsit, jó? Rendben. Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, Véga Nikó a vendégem, tantramasször, és nagyon örülök, hogy erről a témáról valamennyire felszabadultan, ha nem teljesen felszabadultan tudunk beszélgetni, nyilván a kereteket, a rádiós műsorat, a kereteket betartva, és nagyon örülök, hogy ezzel a témával megkerestél és foglalkozunk, és mesélj egy kicsit arról, hogy milyen visszajelzések érkeznek hozzád, vagy érkeztek hozzád azoktól az egyénektől, vagy akár pároktól, akik nálad jártak. Szerencsére nagyon jók, ez ilyen önfényezésnek tűnik, de nekem el kellett jutnom oda, hogy a vendégeim, tehát amikor a vendégeim mondják azt, hogy ez gyógyítás. Így van. Én nem is mondhatom magamról, és óriási, tehát hogy én egyrészt hatalmas megtiszteltetésnek tartom, hogyha egyrészt valaki engem választ, másrészt pedig egyetlen erre rámeri venni magát. Mert ehhez kell egy nagyfokú bátorság, tényleg. Igen, így van. Igen, komfortzóna elhagyása legtöbb embernek. És mindig kérem a jó Istent, hogy ez csak félig az én érdemem, tehát mindig kérem a jó Istent, hogy segítsen, hogy meg tudjam adni azt, amire az adott embernek vagy párnak szüksége van, mert ugye az nem mindig egyezik meg azzal, amiért oda jöttek. Én meg csak egy ember vagyok, és nem szeretném ezt az egómmal, bár elég jók a megérzéseim, és azért általában beletrafálok a problémájukba, még mielőtt kimondanák, de szerencsére, tehát, hogy olyan fantasztikus megélések és átalakulások, igen,
és egy pár kapcsolati szintlépések, vagy amikor egy pár újra egymásra talál, ezeknek gyönyörű dolog a részese lenni. És nagyon szerettem azt a mondatot, amit meséltél nekem, hogy amikor beszélgettünk még privátban, hogy egy férfi azt mondta neked, hogy ez nem is a szexről szól. Igen. Ez nagyon sokan mondják, hogy ez inkább érzelmi, hogy nálam inkább érzelmi szinten van. Hát van, aki ennek nem örül, de így jár. Akkor neki nem ott van feltétlenül a helye, igen, vagy nem de feltétlenül neki való ez a tapasztalás. Ezzel semmi baj nincsen. És azt mondtad, hogy nem mondhatod magad gyógyítónak, nem is nevezünk ennek, te egy segítő vagy, és azt gondolom, vagy én hiszek abban, hogy mi magunkat tudjuk leginkább meggyógyítani. Te mit gondolsz erről? Én ezt nagyon lényegesnek tartom. Lelki dolgokról beszélünk, a fizikaira természetesen szükség van az orvosokra, igen, tehát igen, itt most nem abszolút, erről, abszolút. Nehogy valaki ebbe belekössön. Abszolút, igen. Nagyon sok mindent hozunk. Ugye a magyar azt mondja, hogy hetedéziglen. Hetedéziglen visszamenőleg, és hetedéziglen adjuk tovább. És azt mondom, hogy ha másért nem is, nyilván nem csak ezért csinálja az ember, de hogy gyógyítsuk magunkat, a lelki sebeinket, az élet minden területén. Tehát, hogyha ha borzasztóan érzi magát valaki a munkahelyén, és ezért már fizikailag megbetegedett a párkapcsolatába, a kekeckedő szomszéddal, vagy bármilyen olyan problémája van az intimitás területén, akkor menjen, oldja magát, a különböző, találja meg a saját módszerét. Több okból kifolyólag is szerintem. Az egyik az, hogy a legfontosabb dolognak azt tartom, hogy a gyerekeinket, hogy a gyerekeink, az unokáink, a leszármazottaink ne vigyék már tovább azt a cuccot, amit mi, a szutykot, a szennyest, hanem szakadjon meg az a karmafonál, vagy összefonódás. Igen, az a lánc, vagy az a hozott minta a családból. És hogyha valakinek nincsen gyereke, és a legyint erre az egészre, akkor azt mondom neki, hogy ha a felmenői ne szülessenek újra, és ő se szülessen újra ugyanezekkel a problémákkal, megoldandó feladatokkal, hogy legalább azért, hogy ezt az életünket, ezt minél teljesebben tudjuk élni. És nem csak az életünket tudjuk teljesebben élni, vagy ehhez hozzájárulhat ahhoz, hogy mi teljesebben tudjuk az életünket élni, hogy megéljük, meg merjük élni adott esetben a vágyainkat is. Igen, én ezt egy házaspártól hallottam, és nagyon megmaradt bennem nyilván azért, mert még én sem jutottam el odáig. Az, hogy meg kell élnünk a siker, a pénz és a szexualitásban minden vágyunkat. És csak akkor tudjuk elengedni. Igen. Csak akkor tudjuk elengedni, hogyha megéljük. És nyilván vannak azok a határok, amiket mondjuk én sem, ami nekem már mondjuk nagyon extrém, de hogyha valaki arra vágyik, hogy ő hírnevet szerezzen a saját hivatásában, a szakmájában, teljesen mindegy, hogy az előadó művész vagy bármi, akkor nagyon fontos, hogy ő azt megélje. Ugyanez vonatkozik ugye az anyagiak területére, mert egy idő után rájön az ember, hogy a pénz ez nagyon fontos, ami biztonságot ad, de önmagában nem boldogít. Igen. És ez vonatkozik a szexualitásra is. Tehát amit mondtam, hogy el kell mondani a párunknak, először önmagunknak kell bevallani, nagyon sok embernek már ez is problémát okoz, hogy önmagunknak bevallani, hogy igen, én erre vágyom, mert az ugye ott marad elfolytásként. Igen. Ott marad elfolytásként, amíg az ember meg nem tapasztalja. És hogy bűntudat nélkül, nyilván egy egészség, mindenkinek más az egészséges szint, de hogy egészséges szinten éljük meg a vágyainkat, már csak akkor tudjuk elengedni. Hát meg, hogyha megtalálja hozzá olyan értelemben a megfelelő partnert, akkor annak a partnernek is az lesz az egészséges szint. Igen, és úgy tud igazából kinyílni, igen, és kivirágozni, igen, és úgy tud igazából önmaga lenni. És volt még valami, mit mondtál, amit szerettél volna, hogy elhangozzon itt a rádióban? Az, hogy ne lepődjünk meg azon, hogy a mostani korban nagyon gyors az identitásváltás. Tehát, hogy nagyon gyorsan, tehát, hogy hála Isten, én sem vagyok az, aki 5 évvel ezelőtt voltam, és tudom, hogy már 2 év múlva sem leszek az, aki most vagyok. Csak az a baj, hogy a közvetlen környezetnek adott esetben ez sokkoló lehet, mert nem biztos, hogy mindenki ugyanolyan tempóban változik. Igen. Viszont ezt el kell fogadnunk, hogy mondjuk együtt van egy pár 30 éve, igen, hát régen rossz, hogyha ha mondjuk ugyanolyanok az élet minden területén, mint ahol 30 éve voltak is, és el kell fogadnunk, hogyha a párunk
kinyilvánítja az ő új vágyait, vagy elképzeléseit, céljait, vagy teljesen hétköznapi, eddig a tengerpartra szeretett menni, ezután meg a hegyekbe szeretne menni, és hogy ez, és ugye nyilván ez az intimitás minden téren nagyon fontos, és az, hogy ezt önmagunkba is elfogadjuk, ezt az identitásváltást, meg a párunkban is, és ugye nagyon szép lenne, hogyha minden párkapcsolatban ugye egymást emelnék a párok, okay. És mindig egyre magasabbra. Nagyon szép könyvet olvastam most a Richard Bachnak, azt hiszem a Híd az örökké valóságon túl, talán ez a címe, és két teljesen különböző ember kerül össze, és az ő történetüket írja le a szerző egyes szám első szemében. Nagyon tanús, nem véletlenül került a kezembe. Ez sem... Hát még jó. Igen. Mint annyi más minden, de hogy változnunk kell. Félünk a változástól, igen. De a változás mindig jót hoz, és... Még akkor is először úgy tűnik, hogy nem. Igen. Nagyon sokszor ugye utólag jövünk, igen, rá, hát hogy az de hogy ne féljünk tőle, hanem ugorjunk bele, mert én nagyon sokszor tapasztaltam, hogy az csak jókat hozhat. És akár jogot hozhat egy ilyen típusú tapasztalás is, hogy mondjuk elmennek, igen, hozzád, és kipróbálják, és magasabb szintre emelik magukat, a kapcsolatukat, gyógyítják magukat. Anikó, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Öröm volt veled beszélgetni, és nagyon örülök, hogy erről a témáról beszélgettünk. Egy mondatot szeretnék, hogy az emberek, tehát én sem így születtem, hogy nekem ez természetes volt. Rengeteg mindent kioldott már belőlem, és még mindig maradt, ezen meglepődnek, de még mindig maradt. Úgyhogy én mindenkinek sok sikert kívánok ahhoz, hogy a saját útját és önmagát megtalálja. De jó, hogy jöttél, nagyon szépen köszönöm. Én is minden, szerintem még fogunk beszélgetni, ölelek sokszor. Érzed. És a hallgatóktól búcsúzom, két hét múlva találkozunk legközelebb.